máshogy kell gondolkodni egész egyszerűen, tehát egy más szemlélet fog uralkodni az engedélyezésben és a jogorvoslati rendszerben is. Ezt így összecsomagoltam egy kupacba, azzal a két kiemelt témával, ami szerintem megint csak mindenkit érdint és érdekel, akit tervezéssel vagy építőiparral foglalkozik. Ugye az egyik az, hogy milyen beleszólása van a szomszédoknak egy építkezésbe, mikor milyen eljárásban, szerintem ez lényeges, és nagyon sok tévhitél ezzel kapcsolatosan. A másik pedig a településképi követelményrendszer, ami most meg fog erősödni, biztosan, hiszen a jegyzői építési hatóság megszűnésével azért ott keletkezik egy űr az önkormányzatnál, ami az építészeti követelményeknek az érvényesítése kapcsán keletkezik. Ezt valószínűleg a településképi követelményrendszer fogja betölteni, tehát az, amit a jegyződik kvázi hatósági eljárás keretében tudott nézni és kontrollálni, az átkerül a településkép védelmi rendszerhez, és itt pedig a kiemelt fontosságú kérdés az illeszkedés, mint folyamatosan felmerülő probléma, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az állami főépítész fogadta el a felkérésünket, és ő fog eljönni és előadást tartani ebben a témában, úgyhogy azt én is nagyon nagy érdeklődéssel fogom várni, és ez március 24-én fog erre sor kerülni, erre a rendezvényre, ahol remélhetőleg önöket ismételten látni fogjuk. Én azt nagyon lényegesnek tartom, hogy ebben az új rendszerben mindenki megtalálja azokat a lehetőségeket, ami még ebben az új rendszerben megmaradt arra, hogy a jogait azt érvényesíteni tudja. A bírósági eljárás, mint kizárólagos jogorvoslati lehetőség esetében nagyon lényeges és nagyon fontos az, hogy az építkezéssel kapcsolatos tevékenységet a bírósági úton is lehet befolyásolni, tehát lehet építkezést leállítatni, így, hogyha konkretizálni szeretném a kérdést, amit a közigazgatási peres eljárásban az azonnal jogvédelemnek az érvényesítése tesz lehetővé, amiről a március 24-i előadásban szinte egy különálló rész fog foglalkozni, tehát egy közigazgatási peres eljárásban bíráskodó bíró fog eljönni és elmondani azt, hogy ebben az új rendszerben akkor milyen eszközök és milyen módok maradtak arra, hogy a kedves felperesek, általában itt a felperesek szoktak igényt érvényesíteni, azok hogy tudják ezt hatékonyan megtenni. Ugye az építkezésnél mindig az a leglényegesebb jogi probléma, hogy jó, hogy mit pereskedünk, de már kész a ház. Tehát akkor a folytatásnak mi az értelme? Ennek a részleteit fogjuk ennek a konferenciának a legvégén átbeszélni, és a kettő között, tehát a szomszéd, illetve építetői igényérvényesítés, a hatósági eljárás, ott a hatósági eljárási előadásnál egy kormányhivatali vezető fog eljönni és elmondani lépésről lépésre, hogy akkor az engedélyezés az hogyan fog kinézni márciustól, illetve meg a Kis Andor, mint rendszeres résztvevője az előadásainknak, rendezvényeknek, ő az építésfelügyeleti, illetve fennmaradási engedélyezési eljárást fogja lépésről lépésre bemutatni, hogy akkor ez hogy fog bekövetkezni a márciusi változásokat követően. Tehát ez biztos csak azért van, mert magának a programnak, meg a szervezésnek szerves részese vagyok, de én fokozottan várom már ezt a rendezvényt, mert kevés ennél nagyobb volumenű változás következett be mostanában,